Erre az estre látogatott el munkatársunk, Alföldi Borús István. Szerettelek, rózsám nagyon, szerettelek, rózsám nagyon, de már annak vége vagyok. Aki miatt vége vagyok, aki miatt vége vagyok, annak a vég jót ne adjon. Átkom feje felett járjon, átkom feje felett járjon, mikor kérem reasszáljon. Kösse láncot gerendába, kösse láncot gerendába, s azon sírüljön az ágyba. Mennyi csillag van az égen, mennyi csillag van az égen, annyit rikoljon egy éjjel. Március 28-án a Fővárosi Művelődési Házban tartotta előadó estjét Marosi Júlia. Ez alkalommal a népzene, a népdal kedvelői, barátai nem csak népdalokat, balladákat hallhattak, hanem a szellemi néprajz, a folklór más területeivel is megismerkedhettek. Melyek voltak ezek a más területek? Hát elsősorban a nyelv, ami az éneklések után megszólal, illetve vallomásokban megszólal. Ugyanolyan rangú nyelven beszélnek, ugyanolyan emelkedett nyelven beszélnek azok, akik még a hagyományban élnek, vagyis még akik a népdalt éneklik, nem csak a népdalt, hanem balladákat, keserveseket, rikojtásokat. Tehát a népköltészet összes műfajában teljesen otthonosak és járatosak. Úgy tudom, a ma este elhangzott népdalok, történetek jó része saját gyűjtés. Honnan származnak ezek? Főleg Erdélyből és Moldvából. Erdélyből Kalotaszeg és Mezőség falvait jártam be elég gyakran, karácsonyokat, szilvesztereket, húsvéti ünnepeket, pünkösdöket, de keresztelőn lakodalmon ugyanúgy részt vettem. Én amikor énekelek, vagy az ő szövegeiket idézem, akkor valahogy szeretném a hallgatóságot is bekapcsolni abba a világba, amelyben ezek az énekek és vallomások még élnek. Marosi Júlia saját gyűjtését tartalmazza az a jó néhány kazetta, amely az előadóest végén sorsolásra került. Hogy lehetett elnyerni ezt a kazettát? Hát a díj az éneklés volt. Ezt különben a műsor szerkesztője Bot Erzsike találta ki. A gondolat úgy született meg, hogy lehetőleg olyan fiatalok nyerjék meg a kazettát, akik énekelnek is, tehát használni fogják azt a kazettát. Az én munkám során, vagy küzdködéseim során, amikor a népzenével próbáltam megismerkedni, nem kottából, hanem élő anyagból, nagyon hiányoztak ezek az élő énekek. Úgy képzeltük, hogyha ezt a jó pár kazettát kisorsoljuk, akkor nem csak azoknak lesz ez eszköz arra, hogy népdalokat tanuljanak meg, hanem nyilván a barátaiknak is átadják, tehát valami kis forgása lesz ezeknek a népdaloknak, tehát lesz valami értelme annak, hogy ezt megvalósítottuk. Ez a lábam, ez, jobban járja mindenhez, járt ki lábam, járt ki most, nem parancsol senki most. Úgy édesem, úgy, ha te szeretsz, színes úgy, úgy édesem, úgy, ha te szeretsz, színes úgy. Az én uram olyan jó, télbe szamár nyár való, az én uram olyan jó, télbe szamár nyár való. A bocskolát úgy köti, hogy az utcát kisöpri, kutymáját ez úgy teszi, hogy azt a szél elviszi. Az én uram úgy szeret, kontyon fog és úgy vezet, kontyon fog és úgy vezet, ganyilébe gyűböztet. Az én uram úgy szeret, minden táncba elereszt, minden táncba elereszt, haza megyek kirekesz. Kinek itt most kedve nincs, annak egy cseppet esint, kinek itt most kedve nincs, annak egy cseppet esint. A Marosi Júlia előadó estjéről szóló riportot hallották, kedves hallgatóink.